Mobilizáljuk a lapockákat. Kezdjük azzal, hogy hol is van a lapockánk. Itt található a lapockánk, és még kettő van belőle. Állj egy alap álláspont, nyújtsd előre az egyik karodat. Figyelj arra, hogy a testtartásod rendben legyen, tehát medence, mellkas stabil, és válmogassák be mell előre a karodat, tehát vízszintes legyen a karod, se följebb, se lejjebb, abszolút vízszintes legyen. A mozgást itt fogjuk létrehozni a lapockánkban. A lapockánk fog elmozdulni, tehát sem könyököt nem mozgatunk, sem a mellkasunkat nem torogatjuk előre ki, tehát elindítjuk előre, hátra. Gondolj arra, hogy a lapockádat húzod hátra, tolod előre. Másik oldal. Mi nem jó, ha ezt csinálod? Ez nem oké, ezt ne csináld. Nyújtva a könyök, lapocka mozog. Itt van a mozgásunk. Ha ettől kevesebb, nem baj, állj meg ott, ahol érzed, hogy a vége van. Ne tegyél hozzá más kompenzációkat, illetve ne csináld azt, hogy emeled közbe a vállad. Oké? Illetve azt sem csináld, hogy közbe előre tolod a mellkasodat. Minden a helyén van, előre, hátra, mozdul, akar. Oké, vigyük egy kicsit tovább. Csinálunk egy lapocka körzés testtartás. Hátra húzza be, lapocka. Ellenfelé tolunk, előre és föl. Most ugye emelkedhet a lapocka, a kar végig egyenes marad, a könyök nem mozdul, mellkas sem mozdul. Elindítjuk visszafelé a mozgást. Itt, másik oldal. Azért teszem ide a kezemet, hogy mutassam, hogy itt minden a helyén marad, nem mozgatjuk a mellkast. Le, előre, föl, hátra, le, előre, föl, hátra, előre, vissza. Ezt lehet egész folyékonyá tenni ezt a mozgást, hogyha már jobban megy, jobban érzed azt a mozgást, könyök. Hát az egyik oldalon nehezebb irányítani, mint a másikon. Na lépjünk megint tovább, előre döntjük a törzsünket. Az a legjobb, hogyha függőlegesen tud dobni a kar. Hát ez a döntés, ez még nem annyira jó, de ha csak itt megcsinálunk, próbáld ki. Teljesen előre döntünk, rátámaszkodhatsz akár egy székre, vagy a térdedre, hogy tényleg erre tud fókuszálni, hogy itt a lapockádat mozgatod, mellkas marad a helyén, egyenes a derék, vagy ennyire homorú. Tehát egy törzs döntést hoztunk létre, nem egy előrehajlást, hanem egy döntés. Hajlíthatod a térdedet. Oké. És fókuszálunk a lapockára. Ugyanazt a mozgást hozzuk létre. Közelít a lapocka gerinchez, és utána leenged. Ó, tehát könyök nem hajlik, ha ezt csinálod, ez nem jó. Könyök nem csinál semmit, csak itt van a mozgás. Oké. És figyelj arra is, hogy ne ez történjen. Másik oldal. Könnyen elképzelhető, hogy az egyik oldalra sokkal nehezebben tudod ezt létrehozni, vagy nem is tudod, esetleg csak mindenféle kompenzáció, legtöbbször ezt szoktam látni, hogy ez történik, de ez nem. Jó, addig gyakorold egészen apró mozgásokkal, ami nem ott jön létre a mozgás, a mellkasod és a lapockád között. Oké. Tovább lépünk, egy pici súlyt fogunk meg, ezt a naboszó súlyzót használom, én tüskés, tehát ez még jobban segíti a disznó bekapcsolódását, de bármit használhatsz, akár súly nélkül is gyakorolhatsz, sőt, amíg nem tudod ezt súly nélkül kivitelezni, addig javaslom, ne is használj súlyt. Ugyanezt fogjuk megcsinálni. Közelít a lapocka, gerinchez visszaenged. Ha nem érzed a mozgást, ezt gondolod, hogy jó, mindenképpen nézd meg tükör előtt a mozgásodat.
mert nyilván azt hiszi az ember, hogy jól csinálja, és amikor meglátja a tükörbe, akkor rájön, hogy Isten miket csinál. Mehet a körzés. Csak lapockából mozgatjuk az egész kart. Másik oldal. Figyelj nagyon a vállad helyzetére, ne történjen meg ez, ne történjen meg ez. Mehet a körzés. Illetve előfordulhat még, hogy besegít itt valamelyik izom, kicsit derékból is besegítesz, illetve túlságosan dolgoztatod a széles hátizmodat, az mondjuk rögtön megtörténik a könyök hajlítással. Akkor csak maradj egyelőre az emelésnél, hogyha a körzés nehézséget okoz. Növelheted a súlyt, akár utána nagyobb súlyjal, tényleg ilyen 5-8-10 kilóval is megcsinálhatod, hiszen ez nem egy olyan nagy terhelés a rendszerre, de fontos, hogy tud súly nélkül is irányítani a lapockád mozgását, és csak akkor lép majd tovább.